pillanatokon belül megmutatom a Kennedy Space Centert, vagyis magát az űrközpontot és annak a látogatható részét. Jönnek a rakéták és űrszondák, és még egy űrkapszulába is belemászok. Gondolom nem árulok el nagy titkot azzal, hogy ezek bizony nem túl kényelmesek. És láthatjátok a kilövő állásokat, meg a borzalmas havazó gagyikat is, szóval lesz itt sok minden, de előtte még Daytona Beach. Innen az amerikai autóversenyzés központjából indult az utunk, lévén a gyermekem osztályát hagyományos osztálykirándulásra vitték az űrközpontba. Amúgy ez teljesen természetes errefelé, a diákokat rendszeresen viszik a közeli nemzeti parkokba, múzeumokba, vagy ez esetben a Kennedy Space Centerbe. Az időpontot pedig jó előre le kell foglalni, hiszen úti célunk nem csak itt helyben, hanem az egész világon nagyon népszerű. Nézzétek, mennyi autó van itt, nem véletlenül a Kennedy Space Center Florida egyik legnagyobb turista látványossága, amelynek bejáratánál most éppen félárbócon lobog az amerikai zászló, egy kaliforniai halálos áldozatokat is követelő lövöldözés miatt. Mindjárt a bejáratnál a turisták értesülhetnek arról, hogy a mai idegenvezető űrhajós José Hernández. Ugyanis vannak olyanok, akik plusz pénzt fizetnek azért, hogy egy igazi astronauta kísérje őket végig a Kennedy Space Centeren. Már a jegykiadó automaták is, mondhatom azt, hogy stílszerűen rakéta formájúak, és akkor ejtek néhány szót a belépők árairól. Szóval egy felnőtt napi belépő $75 plusz adó, 12 év alatt a gyerekek pedig $65 mehetnek be. Ezt 2023. januárjának legvégén 360-nal lehet beszorozni, és akkor megkapjátok a forintiális árat is. Pontosan a bejárat mellett az Egyesült Államok 35. elnökének a képe látható. Talán ő tett a legtöbbet a Hold programért, így meggyilkolása után róla nevezték el ezt a helyet Kennedy űrközpontnak, amely egyébként akkora területen fekszik, hogy a valóban elhivatott látogatók térképen szokták megtervezni a saját napjukat. Sőt, az űrkutatás igazi megszállottjai mindjárt kétnapos belépőjegyet vesznek. Beléptem magába az űrközpontba, és mindjárt az űrhajós hírességek kőbe vésett dombor művei fogadtak, meg annyi rakéta. De a gondolataim ekkor még egészen máshol jártak, konkrétan a belépőknél. Még egy pillanatra vissza kell térnem a belépő jegyekhez, mert szerintem ez magyar fül számára nagyon szokatlan lesz. Képzeljétek, a belépő jegyemen a következő szöveg szerepel: a Kennedy látogató központ teljes egészében a turisták belépő jegyeiből tartja fent magát, úgyhogy semmiféle adóbevételt és közpénzt nem használunk fel a park fenntartására. Na, ilyen is van. Na de akkor most vissza a rakétákhoz. Itt a főtéren mutatják be azokat az eszközöket, amelyek miatt az űrkutatás ma ott tart, ahol. Mutatom is őket szépen sorban. Itt pedig azoknak az országoknak a zászlói sorakoznak, amelyek részt vettek valamelyik nemzetközi űrállomás építési projektben. Azt hinnénk, hogy a Tejút nevű épület egy bolygókiállítás, pedig nem. Egy fagylaltozó, mert persze, hogy itt is sok minden a bizniszről szól. De még mennyire? Úgyhogy ennek a témának egy külön részt is szentelek a filmemben. Aki Amerikában él, az már hozzászokhatott ahhoz, hogy az Egyesült Államokban nincs nagy. Itt egyszerűen a legnagyobb, a legfantasztikusabb, a legcsodálatosabb, a legfinomabb van, mert itt mindent marketingelnek. Szóval, röviden és tömören, ez itt a világ legnagyobb űrhajós tematikájú szuvenírboltja, amit most meg is mutatok nektek. A bolti eladó azt mondta nekem, hogy itt több ezerféle termék van. A kicsiktől a nagyokig mindenki megtalálja azt, ami neki kell. Nyilván a póló, a bögre, a kulcstartó, a képeslap és a mindenféle havazó űrhajó, meg havazó holdraszállás, az ugye alap,
De én tényleg úgy érzem, hogy amit ebben a boltban nem lehet megvásárolni, az egyszerűen nem is létezik. Csak a hűtőmágneseket 8 különböző helyen árulják, de van itt kitűző, fülbevaló és még olyan sütésnél használt kesztyű is, ami pontosan úgy néz ki, mint egy űrhajós kesztyű. Ez pedig nekem maga a Kánaán. Esküszöm, hogy ennyiféle názás baseball sapkát én még a világon nem láttam sehol. A názás póló, kabát és pulóver az nyilván alapcikk, de itt még igazi astronauta szkafandert is lehet kapni, igaz, ez utóbbit aranyáron. Ám mindent összevetve azért a legnagyobb választék mégiscsak a poharakból, a korsókból és a bögrékből van. Mekkora lenne egy jó magyaros disznóvágásra elvinni egy Apollo 11-es, vagy egy názás, esetleg egy Kennedy központos pálinkás kupicát. Egyébként megnéztem, mindegyik Made in China, vagyis Kínában gyártották őket, és darabja 3 és 5 ezer forint között van. Az igazi sláger azért mégsem a kupica, hanem az űrhajós gyerekruha. Sokféle színben és mindenféle méretben. Meg persze ott vannak a gyerekjátékok is. Amíg én a világ legnagyobb űrhajó szuvenírboltjának kínálatát nézegettem, a kisfiam iskolai csoportja is önálló felfedező útra indult. Bendegúznak például ez az interaktív űrhajós játék lett a kedvence. Aztán később kipróbálta a közlekedő folyosókat, és a végén még űrhajót is vezethetett. Én meg közben buszra szállok, és elindulok felfedezni az Apollo programot, vagyis a Holdra szálláshoz vezető utat, amely így vagy úgy, de az űrversenynek is a része volt. Áthajtunk az ellenőrző ponton, előttünk feltűnik a VAB, vagyis a világ egyik legnagyobb épülete, a maga 32.500 négyzetméterével és a minden másban is brutális méreteivel. Csak hogy tudjátok, például az űrrepülőgépeket itt szerelik össze. Megyünk tovább, és hamarosan el is érkezünk az Apollo program bemutatásához. A központi épületen a Holdra először rálépő Neil Armstrong ikonikus mondata olvasható. Ez egy kis lépés az embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Bent a moziteremben filmeken mutatják be a Holdra szállás időszakát, vagyis a 60-as éveket, de persze azt sem hagyják ki, hogy ez valójában egy amerikai-szovjet űrverseny volt, meg annyi kudarccal, halálesettel, de aztán végső soron győzelemmel. A végeredmény pedig 1-1, vagyis az űrt a szovjetek hódították meg Yuri Gagarin révén, de a Holdra szállás sikere az amerikaiaké. És persze itt a Kennedy központban ez utóbbin van az igazi hangsúly. Ez itt az Apollo program irányító központja, amely az amerikai 60-as éveket idézi. A következő teremben pedig már az embereket az űrbe és a Holdra juttató rakétákat és egyéb szállító eszközöket állították ki.
Itt vannak például a holdjárók, amelyek 1969. júliusa, tehát a tényleges holdra szállás után összesen 4 mázsányi holdkövet gyűjtöttek össze, méghozzá tudományos kutatási célokra. És bár a programból sokan csak az Apollo 11-re meg Neil Armstrongra emlékeznek, összesen 14 Apollo misszió volt sok ezer ember részvételével, 1960-tól egészen 1972-ig. És minden egyes akciónak külön-külön emblémája is volt, ezeket is kiállították itt. A hold felszínére lépő összesen 12 emberből többeknek ki van állítva a holdjáró szkafandere, illetve a missziók résztvevői hipermodern technika segítségével mesélik el a látogatóknak például azt, hogy mit kell tenni akkor, ha valaki megbotlik és elesik a holdon. Szó, ez a holdra szállás tényleg az emberiség egyik leghíresebb eseménye lett. Itt vannak a holdra szállás napját követő újságoknak a címlapjai. Itt például a Toronto Daily Stars, tehát egy kanadai újság, Borba, a jugoszláv napilap számol be arról, hogy ember lépett a holdra, a Cincinnati Enquirer, és hát a kínaiak is beszámoltak a nagy történelmi pillanatról. És nem csak amerikai, kínai meg jugoszláv újságok vannak itt, hanem például magyar vendégek is. Zita vagyok. Én Hegedűs András. Én pedig Imre, sziasztok. Honnan jöttetek? Magyarországról, Dunakesziről. Itt vagyunk a Kennedy Space Centerben, hogy tetszik? Isteni, nagyon jó. Lenyűgöző. Mit láttatok eddig? Eddig még egy bemutató filmet, illetve a fölöttünk látható űrhajót, ezt néztük meg, és majd megyünk vissza a központba, ott pedig folytatjuk tovább a látogatásunkat. Hát az Apollo programot kezdtük el végignézni. Neked, fiatalember, mi tetszett a legjobban eddig? Hát igazából a kedvenc részem az egészben az volt, amikor egy interaktív táblán meg tudtuk nézni, hogy hogy válnak le az adott elemek az űrhajóról. Én reggel óta itt vagyok, és folyamatosan az az érzésem, hogy kevés az idő. Igen. Nagyon. Igen. Ez tényleg kevés. Ehhez 2 nap kell. 2 teljes nap ahhoz, hogy mindent meg tudjunk nézni. Érezzétek jól magatokat. Köszönjük szépen. Ez valóban egy élőszerű múzeum, lévén, hogy a múzeum épülete mellé építették fel az egyik lelátót. Innen nézik az emberek a rakétakilövést, már hogyha van, hiszen velük szemben ott van a mobil rakétakilövő állomás. A kilövő állomáshoz amúgy nem csak azért nem lehet innen eljutni, mert tilos, hanem azért sem, mert ez az egész környék egy hatalmas, mocsaras vidék, egyben természetvédelmi terület, meg annyi állattal, közöttük aligátorokkal és mérges kígyókkal, így egyszerűen nem lenne célszerű átúszni a rakéta kilövőhöz a nagy tó túloldalára. Maradok hát ezen az oldalon többek között az Apollo 11 hőseinek szobrával, s középen Neil Armstronggal, aki 1969. július 20-án délután 4 óra 18 perckor bejelentette, hogy a SAS leszállt. A SAS egyébként a holdjárójuk beceneve volt. Indulnak a buszok tovább. Nem sokkal később már elérjük a túlpartról előbb már látott mobil rakéta kilövő állást, meg a VAB épületét, miközben én a buszon mindvégig az amerikaiak földön túli csodáiról hallgatom a beszámolókat. Ezen a buszúton eddig 5-ször hallottam azt, hogy valami a legnagyobb, a legcsodálatosabb, a leghatalmasabb. Hiába, ez Amerika. Megérkeztünk az újabb állomásra, végig sétálok az űrlátogató központ főterén, és azt kell látnom, hogy minden egyes sarkon áll valaki, aki a gyerekeknek mesél a technika csodáiról, méghozzá mindezt hétköznapi, jól érthető nyelven. És bevallom, ez nekem nagyon tetszik. Amúgy ezt az egész túrát a tudomány diadalára és az emberi kreativitásra építették. Megtudtam például, hogy az Atlantis űrrepülő hordozó ilyen tömött gumis kerekeken szállt le.
de aztán a mellette lévő parancsnoki központ nevet viselő hotdogos hamburgerező Bódé gyorsan figyelmeztet rá, hogy ez azért mégiscsak egy kemény üzleti vállalkozás. Ahol azért bemutatják az asztronauták által használt buszokat épp úgy, mint a közlekedő folyosókat és az összekötő elemeket is. A gyerekek pedig pontosan olyan szögben csúszdázhatnak, mint az űrhajósok szoktak. Űrhajóban itt sincs hiány, sőt, a látogatók megnézhetik az asztronauták dolgozószobáját és hálószobáját is, de azt is megtudom, hogy a súlytalanság világában a vécézés valódi haditervet igényel, meg annyi kütyüvel és saját irányítópulta. És itt vannak az elmúlt évtizedek űrprogramjainak legendás űrhajói. Közöttük a borzalmas balesetet szenvedett Challenger, amely a kilövés után 73 másodperccel felrobbant, a hétfő személyzet pedig odaveszett a tragikus robbanásban. És ebben az épületben is jönnek az emléktárgyak, meg a bóvlik. Hiába a biznisz az biznisz. Méghozzá olyannyira, hogy még az űrhajósok kedvenc szendvicseit és fagylaltjait is meg lehet vásárolni itt. Jön a központi tér a rakétákkal, az űrszondákkal és az egyéb eszközökkel, amelyek közül többet is kipróbáltam, és gondolom tényleg nem árulok el nagy titkot azzal, hogy mindegyik nagyon kényelmetlen volt. De legalább annak ellenére megtanulhattam, hogy milyen a helyes testtartás egy űrrepülőgépen, hogy nagy valószínűséggel sosem lesz szükségem erre a tudásra. Egy szó mint száz, hasznos ez a helyszín, annak pedig külön örülök, hogy egy osztálykirándulás keretében a kisfiamat is elhozta ide az iskolája. Mert a Kennedy űrközpont valóban érdekes hely, ami a szórakozáson kívül sok hasznos tapasztalattal szolgál az űrkutatás iránt érdeklődőknek, meg az erre járó turistáknak. És ezt még a NASA-s légfrissítő, meg a többi gagyi szuvenír sem tudja elrontani. Hát eddig tartott a rövid beszámolóm, amely közel sem lehet teljes, lévén vannak olyan helyszínek, ahol elő sem lehetett venni a fényképezőgépet, a kamerát vagy a telefont, annyi itt a szerzői joggal védett felvétel, film vagy egyéb termék. De annak ellenére, hogy ez a látogató központ is egy kereskedelmi helyszín, igenis megéri idejönni, mert sok a látnivaló, sok érdekességet mutat, lehet tanulni. Az amerikaiak meg egyébként is kiválóak a példakép állításban, az űrhajósok pedig ugye tényleg valódi. Hősök. Az ide vágyó magyar turistáknak azt ajánlom, hogy ne 1-2-3 órára tervezzenek, hanem minimum egy egész napra, annyi itt az érdekesség, illetve legyen náluk jó sok pénz, mert itt bizony meg tudják csapolni az ember pénztárcáját. Köszönöm, hogy velem tartottatok, én Vujis Tvrtko vagyok, hogyha tetszett ez a beszámoló, akkor a most következő néhány felvétel alatt iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, és hogyha megteszitek, akkor hamarosan jön például Disney. Szóval folytatom a világ körüli utamat. Köszönöm, hogyha velem tartasz, és hogyha csatlakozol hozzám, akkor Alaszkától Hawaiion át Floridáig sok-sok lebilincselő kalanddal, meg annyi érdekességgel és igazi, értékes történetekkel várlak itt a YouTube csatornámon.